Október 1-én a világon mindenütt az időseket ünnepelik, így volt ez Tolnán is, akkor egy kisebb megemlékezés keretében, azonban hosszú évek óta fontos a városnak, hogy egy külön napot szenteljen az itt élő időskorúaknak. Miért? Ezt a napot azért tartjuk nagyon fontosnak az itt élő fiatalabb korosztályok képviselői, mert legalább ezen a napon egy kicsit nagyobb szeretettel, nagyobb mosolyokkal vegyük körül azokat az idősebb embereket, akik köztünk élnek, és talán háláljuk meg azokat a pillanatokat, amit életünkben különböző eseményekkor tőlük kaptunk. Polgármester úr, én azt hiszem, hogy Tolna város életében is meghatározó az időskorú itt élő emberek aktivitása, az ő tenni akarásuk. Mit köszönhet nekik a város ezáltal? Én azt hiszem, hogy mindazt, ami ma a városban található, ezekben az itt élő generációk, tehát főleg az idősebb emberek, a ma nyugdíjas korúak, vagy náluk idősebbek, kezemunkája mindenben benne van. Benne van azokban a termelő üzemekben, amelyek ma is működnek és dolgoznak Tolnán, de alig lehetne felsorolni olyan oktatási intézményt, ahol egy-egy tanterem bővítésnél, óvodaszépítésnél, utca, aszfalt, út vagy járda építésnél ne vettek volna valahányan részt. Én azt hiszem, hogy a város önmagában az ő alkotásoknak az eredménye, és én ebben mindenféleképpen azok közé tartozom, aki nagyon hálásnak érzi magát ezeknek az embereknek. Köszöntő szavakat hozott ma ide, ez természetes. Mit lehet egy ilyen napon kívánni az időseknek? Hát miután többedszer köszöntöm az idős embereket, 5 év óta a város külön rendezvényen emlékszik meg róluk, de 10 év óta tartanak ilyen rendezvényeket, szinte nagyon nehéz olyan szavakat találni, amit az ember nem ismétlésként a korábbi években már nem mondott volna el, de én azt hiszem, hogy a tisztelet, a megbecsülés az 1000 szóval, mondattal, kifejezéssel kifejezhető. Én úgy gondolom, hogy ezt egyrészt érezni kell, és az itt ülő nézőknek, hallgatóknak pedig azt kell érezni, hogy a mi hálánkat, köszönetünket, a képviselőtestület elismerését próbálom szavakban kifejezni. A Nyugdíjas Érdekszövetség vezetőjeként azt hiszem, hogy ön a legkompetensebb személy abban, hogy nyilatkozzon nekünk. Milyen az élet időskoruként itt Tolnán? Hát mi úgy gondoljuk, hogy mi a szövetségen belül nagyon jól élünk, nincsen problémánk. Rendszeresen minden kedden találkozunk, minden rendezvényen részt veszünk, igyekszünk a város rendezvényein szerepelni, ha lehetőséget kapunk. És úgy érzem, hogy az idősek napja nekünk nagyon fontos volt, mert mi a várossal együtt az idős állampolgárokkal szerettük ezt megünnepelni. Hogyan fogadják ilyenkor önök ezt a műsort, ezt a napot, ezt az estet, amit így együtt tölthetnek? Hát én azt hiszem, hogy nagy szeretettel és nagy örömmel fogadjuk. El se tudjuk képzelni már, hogy a város ezt az ünnepét nekünk nem rendezi meg. 10 éve, hogy ez az ünnepség megrendezésre került, ebből 5. alkalommal most már a polgármesteri hivatal, illetve az önkormányzat rendezi. Nekünk nagyon fontos ez az ünnep. Azt hiszem, elmondhatjuk, hogy aktívak itt önök. Hát én úgy érzem, hogy a szövetségünk tagsága nagyon aktív. 1250 tagunk van, rendszeresen kirándulunk, rendszeresen üdül, most is 27 tagtársunk üdülni van, rendszeresen találkozunk, és én úgy érzem, hogy talán a városon belül az egyik legaktívabb civil szervezet mi vagyunk. Hogyha én most egy jó tündér lennék, és kívánhatnék valamit önöknek, jobban mondva az önök kívánságát teljesíthetném, akkor mit kérne tőlem? Én azt kérném öntől, hogy a városban legyen béke, egészség, szeretet, és ebben a békében és szeretetben szeretnénk mi nyugdíjasok továbbra is élni. Thank you.
Sokan eljöttek, több száz tolnai nyugdíjas ünnepelt, emlékezett együtt, élvezték a tiszteletükre összeállított műsort. A szervezők külön köszöntötték a megjelentek között a legidősebb nőt és férfit, az abszolút győztes, mindenki Reza nénie a maga 97 évével lett. A néni itt a legidősebb ezen a rendezvényen, hogy érzi magát? Jó éreztem, hát én mindig a fiatalok között voltam. Három lányom volt, hát azokat térjük el adni. Mik a legkedvesebb emlékei az életből? Édes lányom, mint két háborút megértünk, forradalmat megértünk, és nagyon nagy lépés ez, amit az országban most van. Most a munkásosztálynak 100%-a, én merem mondani, hogy jobb, mint a mi időben. A fiataloknak ne haragudjanak, ha kell dolgozni. Ameddig dolgozik, addig ember. Mikor már ilyen öreg, mint én, akkor már nem tud. Akkor csak a kis nyugdíjába beosztva, szeretette az unokám, és a családommal jó viszonyban lenni. Mit szokott a néni csinálni egy nap? Mivel foglalatoskodik? Hát én nekem van egy kis kertem, de hát mit mondjak, rossz az időjárás. Nem volt eső, de azért egy kis paprika, kis petrezseim, ez azért volt. Nem azért, hogy én azt nem tudtam volna megvenni. Elfoglaltam magam. Együtt hozzám az erdősi doktor, na, hogy van kemény asszony. Mindig azért kemény. Mondom, a doktor is kemény lett volna, annyi prószát megjövett volna, mint én, meg Anci. Hát a háború alatt nem lett volt. Azért mi haragudjon senki fiatal, hogy máma vannak hiányos dolgok, de 100%-kal kimerem jelenteni, sokkal jobb körülmények között élnek, mert mi két háborút, forradalmat megértünk. A maiak csak azért legyenek, hogy ez még következzen be miért. Mit üzenne a néni a fiataloknak? A fiataloknak azt, hogy ez a hazátok. Szeressétek, dolgozzatok, mert addig ember az ember, mi dolgozni tud. Ön a legidősebb férfi ma itt a rendezvényen. Hogy érezte magát? Jó. Jó. Mire emlékszik a bácsi szívesen? Mi az, ami az életben nagyon meghatározó és fontos emlék volt, ami példa lehet mindannyiunknak? Hát én nem mondhatok. Mindig dolgoztam. Nagyon komoly munkám volt nekem. És elég sokat kellett futkosni. Éjszaka is jöttek a vagonok, vasárnap, szóval például szabadságon nem voltam, 30 évig voltam tüzépvezető, de nem voltam 30 napot szabadságon, össze-vissza, nem mentem. Amikor így összejönnek az idősekkel, akkor miről beszélgetnek szívesen? Mi az, ami foglalkoztatja önöket? Én nagyon járok társaságba, úgyhogy nem mondhatom. Nekem én el vagyok foglalva, vannak három gyerek, unokák, úgyhogy nagy ház, hat szóba, egyedül vagyok benne, hat szobával kérlek. Tehát sokat dolgozik még ma is? Hát kell, mert takarítják, meg ott három kutya van, ugye, azokat is el kell látni. Azok a igazi barátok, azokban nem csalódik az ember. Szép és meghitt ünnepséggel emlékeztünk meg az idősekről, és volt valami különlegesség is, egy pályázat került kiírásra, ami csak nekik szólt itt Tolnán. A zsűri elnöke nem volt más, a pályázat bíráló bizottság elnöke nem volt más, mint Tolnaváros alpolgármester asszonya. Milyen tapasztalatokról tud beszámolni a kezdeményezésről? A Tolnavárosi Nyugdíjas Érdekszövetség júliusban hirdetett egy pályázatot a Tolnai Hírlap hasábjain, Tolnaváros idősei részére egy irodalmi pályázat, amely Nyugdíjas Sorsok Történetek címmel nyert megfogalmazást, és augusztus 31-ig kérte a város idős polgárait, hogy írják le élettörténetüket, vagy egy-egy eseményt, esetleg versbe foglalják az ő kis nyugdíjas életüket. 10 pályázat érkezett a bizottsághoz. A szövetség felkérésére egy 3-tagú kis bíráló bizottság, mondjuk így, hogy zsűri alakult, Majtényi Mihályné és Mit Józsefné és jó magam személyében. A szövetség vezetése felkérésére én lettem a zsűri elnöke. 10 pályázat, mint mondtam, és azért azt ki kell emeljem, hogy a 10-ből 9 hölgy volt, és egy bátor férfi volt, aki pályázott ezen a
kiíráson. Nagyon érdekes munkákat olvashattunk, rendkívül érdekes, tanulságos számunkra, különösen egy kicsit talán fiatalabbak számára. Óriási élmény volt megtapasztalni, de sokszor szívet szorító is volt, és torokszorító volt egy-két ember élettörténete, különösen Belasics Teréznek a Magányosság művészete című kis írása, ami rendkívüli módon megfogott engem. Róla tudni kell, hogy egy lába sincs, tolókocsiban maga az egyedül élő asszony, és volt ereje, volt bátorsága ezt a kis élettörténetet leírni, de valamennyi pályázatot nagyon nagyra értékeltünk. Magában azt, hogy tollat ragadtak, ez már becsülendő, és reméljük, hogy ez követendő lesz, és a következő években is hasonló, vagy egyéb témájú pályázatok kerülnek majd az Érdekszövetség asztalára. Alpolgármester asszony, azt hiszem, hogy ön tisztségénél fogva is ismeri a nyugdíjas életet itt Tolnamőzs térségében. Mit mondana a pályázatok alapján, mit lehet elmondani, hogyan élnek itt nálunk az idősek? Hát én azt gondolom, hogy azért a többségük családban él, és ez egy nagyon jó dolog, de sajnos sok köztük a magányos is, és hát ezeken Tolna városa lehetőségeihez mérten igyekszik maximálisan segíteni anyagi lehetőségeit. Itt elsősorban nem emberi lehetőségeken múlik, hiszen van itt családsegítőközpont, idősek klubja, Tolnán is, Mözsön is, tehát minden lehetőséget megragadunk, hogy segítsük, de én úgy érzem, hogy az időskorúak jól érzik itt a városunkban, bizonyítja, tehát a városunkban jól érzik magukat, és bizonyítja azt is, hogy itt a teremben ma több mint 600 ember helyet foglalt. Egy bátor férfi Tolnában, mondhatom, ön volt az egyetlen férfiú, aki tollat ragadott erre a bizonyos felhívásra, részt vett a pályázaton. Miért gondolta, hogy így tesz? Hát olvastam az Érdekszövetségnek a fölhívását, és én már régi érdekszövetségi tag vagyok, gondoltam, hogy segítek a szövetségnek megszervezni ezt a pályázatot. Milyen gondolatokat vetett papírra? Hát én a saját életemből, a sejemgyár, tolnai sejemgyár életéből írtam egy-két mozzanatot a szakszervezeti munkával kapcsolatban, az újítási mozgalommal és a szocialista brigád mozgalommal kapcsolatban írtam le a véleményemet és az észrevételeimet. És összegzésül azt írtam a végére, hogy a régi álmom valósult meg a sejemgyárba, a műszaki fejlesztés. Korszerű gépeket hoztak, és azon a nyomon mennek tovább, ahogy én abba hagytam a nyugdíjas évem elérkeztével. Az utódom végzi azt, amit én, illetve valósította meg azt, amit én szerettem volna. Azért én úgy látom, hogy itt önök nyitott szemmel járnak. Tehát az, hogy valaki nyugdíjas lesz, nem azt jelenti, hogy félbeszakad, elvégez mindent, hanem bizony odafigyelnek a múltra, a jelenre és a jövőre. Miért fontos ez? Hát ez általában úgy van, hogy az ember elér egy kort, akkor hát leüllepednek benne a gondolatok, és hát a nyugdíjas évek során egy-kettőt értékelni is lehet. Mi a legfontosabb, amire oda kell figyelnünk? Hát én úgy gondolom, hogy a legfontosabb a család. Az időskornak a napfényét az unokák hozzák meg. Nekem szerencsémre, hál' Istennek van ki három lányunokám. Az egyik az már egyetemista volt, már befejezte az egyetemet, a közgazdasági egyetemet. A másik az most végzi, és a harmadik az igazi szemenfénye, a legkisebb, az most jár elsőbe, első elemibe. A pályázat egyik kiemelt díjazottját köszönhetjük önben. Amikor hallott a lehetőségről, akkor mit érzett? Miért tett úgy, ahogy tett, és miért született meg ez a bizonyos pályamű? Ez a pályamű végül is azért született meg, mert a Nyugdíjas Szövetség elnöke többször mondta nekem, hogy csináljál, írjál valamit, és akkor meggondoltam, írom, és így sikeredett. Mit vetett papírra? Végül is egy kicsit az élet, a régi munkatársak, a társ, akivel éltem, és az unokák, a dédunokák, akik nélkül az élet talán semmit se ér. És én azt kívánom minden nagymamának, nagypapának, hogy ezt a csodát az unokákkal érjék meg. Mi a legfontosabb önöknek, időseknek? Mit lehet mondani a mindennapi élet során, akármi fiatalabbak, miben segíthetünk? Segíteni?
azt, hogy látogassák az időseket, engedjék az unokákat az idősekhez, mert ez egy létfontosságú dolog. Ennélkül az élet nem ér semmit. Úgy látom, hogy itt önök egymásra is figyelnek, tehát nem csak a fiatalabb korosztály, hanem önök egymásért is sokat tesznek. Ez így igaz, és én úgy gondolom, hogy ez kell is, mert nagyon sok idős ember teljesen egyedül él, és nagyon jól esik, hogyha néha-néha rányitják az ajtót. Az ilyen rendezvényekről mi a véleménye? Nagyon jók, nagy-nagy szeretettel segítünk a bonyolításba, a rendezésbe, és én úgy gondolom, hogy a lelkesebbje, aki még nem székhez kötött, nem mozgás korlátozott, az segít is ebben. Az idősek világnapja alkalmából a Nyugdíjas Érdekszövetség egy mindenki számára kedves meglepetéssel, kiállítással is ünnepelt. Azt hiszem, hogy önt már nagyon sok apropó kapcsán ismerhettük meg itt Tolnaiként, és ma este egy igen különleges dolog kapcsán figyelünk önre, egy hölgy társaságában érkezett. Ez a nagyon szép és csinos hölgy ma egy díjat vitt haza. Az Érdekszövetség egy baba kiállítással ünnepelte az idősek világnapját az idén, és ezen a kiállításon önnek ítélték a legszebb baba díját, hiszen ez a hölgy az öné. Hogyan érte a megtiszteltetés? Hát nagyon váratlanul ért a megtiszteltetés, annak ellenére, hogy én nagy ambícióval készültem erre az egész kiállításra, mert 11 babát adtam át a szövetség részére. Én nagyon régóta porcelánt és babát gyűjtök. Ennek a babának speciál mi a története? Ennek a története az, hogy nekem van egy néni, akivel tartási szerződésbe kerültem egy évvel ezelőtt, és én ezt őtőle kaptam, hálából és nagyon nagy szeretettel, őt egy Szél Erzsébetnek hívták, vagy hívják, és én úgy érzem, és amikor visszamentem a helyemre, ott azonnal két puszi kíséretébe köszöntem meg neki, nagyon hálás vagyok, mert én nekem a gyűjteményemet egy nagyon értékes darabbal gyarapította. Ez a bizonyos kapcsolat tehát már arra utal, amiről itt tulajdonképpen sokszor esett szó a mai nap folyamán. Az idősekről való törődés, az egymásra való odafigyelés, ez úgy tűnik, hogy fontos az ön életében. Ez így igaz. Én a nagyszüleimtől, szüleimtől tanultam az idősekkel való törődést. Mi 1923 óta 5 eltartott tartási szerződéssel rendező személlyel, idős emberrel foglalkoztunk. Tehát én úgy érzem, hogy én őtőlük megkaptam azt, amit az időseknek tovább kell adnom. Ugyanezt szeretném a fiamon keresztül is továbbítani.